kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm az Alasport nézőit, elkezdődött a Budafoki MTE, ZTE FC bajnoki labdarúgó mérkőzés itt a Mercantil Bank Ligában, tehát a másodosztályban a 17. forduló programja ez, és gyorsan mondom is az összeállításokat. A kékben játszó ZTE kapujában 1-essel Zöldes Illés, 7-essel Kónya Kornél, 8-assal Madarász Márk, 10-essel Babati Benyámin, 11-essel Gajdos Zsolt, 13-assal Devecseri Szilárd, 27-essel Bedi Bence, 31-essel Barci Dávid, 44-essel Gergényi Bence, 91-essel Kis Máté, illetve 94-essel Hudák Martin, dr. Dobos Barna kezdőjében. A házigazdáknál a Budafok kapujában 94-essel Balogh Péter, 3-assal Margitics Andor, 10-essel Kovács Dávid, 15-essel Vas Máté, 17-essel Olá Bálint, 18-essel Lakatos Csaba, 19-essel Boros Gábor, 20-assal Kercsó Bence, 22-essel Kis Kornél, 23-assal Króner Martin, az ő neve biztosan ismerős minden zalai szimpatizánsnak, illetve 88-assal Fekete Máté, és a megbízott vezető edző Csizmadia Csaba, ő Vitelki Istvánt váltotta a közelmúltban. Jelen pillanatban hát nem túlságosan jó pozícióban állnak a budafokiak a 20 csapatos NB2-ben, a 19. pozíciót foglalják el, 12 pontjuk van, a Mosonmagyaróvár zárja a sort, ők 11-et, tehát egy ponttal kevesebbet gyűjtöttek, közben Babati ível középre, és ki tudják vágni. A labdát nem engedte ki Kis Máté, Madarász aztán hátra teszi most már Kónyához. Köszöntöm itt külön a cseten, illetve a videó megosztón a mérkőzést nyomon követőket is. Örülök, hogy szép számmal vannak megint itt, és hozzá is szólnak a mérkőzéshez. Egy jó sarkazás közben Hudák próbálta kihozni, aztán most már Kis tette tovább, átkerül a jobb szélre, és van egy indítás is, ami egy szabálytalanság, vagy amit egy szabálytalanság előzött meg ott az oldalvonal mellett, elég messze van a pálya, van körbe futó folyosó is, vagy futó sáv is, rekordtán itt a pálya környékén, úgyhogy a túloldal azért elég távol van tőlünk. Egy jó előreivel is Kercsó felé, ő még az alapon előtt megállította, és visszaszerzi saját labdáját, nem hagyta annyiban. Az elmúlt idegenbeli mérkőzésen ugye az ETL szenvedte második vereségét Budaörsön, és most győzelmi kényszerben vannak az egerszegiek, hogyha ott szeretnének maradni a feljutó pozícióban a második helyen. Ugye lesz egy komoly rangadó még itt. 17 órakor kezdődik a Gyirmót FC Győr, az Eto FC Győr gárdáját fogadja, egy komoly presztízs rangadó is egyben, és ugye a Gyirmótnak is, hogyha tartani szeretné a pozícióját, akkor nyernie kell hazai pályán az Eto ellen. A Devecseri kapja közben. Az ETL dobhat majd, nem történt szabálytalanság, Babati lépett volna el, ott a szélen őt állították meg. Madarász. Gajdos, jó az első csel, aztán tovább tudta tenni, Barci felé a labda, ezt elbólintják. Kovács. Visszakerül az ETL-hez Kónya. Az elmúlt szezonban két döntetlen, a Budafok elleni mérlege az ETL-nek. Idegenben 0-0, hazai pályán pedig egy 2-0-ás hátrányból tudtak egyenlíteni az egerszegiek, és végül döntetlenre hozták. Itt közben jelzi az egyik kedves nézőnk, hogy a kommentátor hangja erősen jobb oldalra tolódott, csak egyik sávon van kommentátori hang, tehát erre figyelni kell, a számítógépen be lehet állítani, hogy a balansz az melyik oldalon szóljon, hát a kellemeset a pályazajtól el lehet választani, ahogy kényelmes, de csak egyik oldalon szól a kommentátori mikrofon, a másik oldalon pedig a pályazaj, tehát a kamera atmoszféra mikrofonja van. Kercsó, jó a továbbítás, és van is érkező középen, de
ki tudja vágni, Gergényi nem túlságosan messzire, Vas Máté gyűjtötte be, aztán Kisz. Egyelőre nem tud előrébb lépni a Budafok. Margitics oldalra, aztán kapja vissza egy kényszerítő után. Jön középre, és ott a lehetőség, és mellé megy. Ez óriási zicser volt. Boros Gábor került oda az öt és feles sarkához, és ő estében próbált a kapura tenni, hogyha jól láttam, akkor ő volt az. Majd még azért megpróbálom leolvasni a messzámot, hogyha felém fordul. Igen, ő volt. Kis Máté Gergényihez. A továbbítás Hudák, aztán Kónya kapja a szélen. Ott van előtte Barci, túlságosan közel, nem is tette oda Kónya a labdát Barcihoz. Pardobással az alaiak jöhetnek. Tisztelettel köszöntöm a budafoki szurkolókat is, akik itt vannak velünk. Kis Máté teszi középre. Bedi, aztán Devecseri most már. Gergényi lép fel a bal oldalon. Devecseri Madarász, jó a fordítás Kónyához, és jön egy keresztezés, újra a ZTE dobhat, majd Lakatos ért oda. Nincs még kint a labda, Kónya, aztán Kis Máté, nem tette feljebb, inkább az üresen álló Devecserit választja. Ez az indítás nem jó, túlságosan mély. Balogh Péter nézi, hogy kinek lehetne kigurítani, aztán küldi előre a társakat, valószínű, hogy kirúgás lesz, sőt, már mennek is előre a fehérmezesek. Nem kézből, 16-os vonala előtt tette le a labdát, Balogh aztán éveli előre, Madarász. Kis, egy rossz csel. Kercsó vele bonyolódott egy picit, bevitte két ember közé, elveszítette. Egyébként a Budafok csapatai között szerepel a Gyirbót is, őket 1-0-ra megverték még szeptemberben. Amúgy tegnap végignéztem az eredmény listáját a házigazdáknak. Nem szerepelnek ők annyira rosszul, ahogy a pozíciójuk jelen pillanatban mutatja. Ez megint csak Balogé lesz. Ő emeli el. Előre Kónya ugorhat érte. Megelőzte őt Kovács. Kis Máté az előbb komoly hibát vétett, de nem lett belőle gond az alai oldalon. Devecseri. Kis Máté, Babati indulna be, nem volt pontos a labda, elbólintják előle, Lakatos, ez még Hudák meg tudja tartani, csak rossz helyre továbbít, két ember mellett is elmegy a labda a Kis Máté, aztán megint Devecseri. Az indítás pontatlan, Bedi oldalra, ez jó, Gergényi. Bedi megint. Ő kapja vissza, aztán indulna meg. Kénytelen hátraadni. Kis Máté. Gergényi le feljebb. Egyből tovább. És ez elmegy keresztbe a kapu előtt.
Ez azért már egy kisebb lehetőség volt a kékmezeseknél. Barci gurította középre, aztán most, hogy egy kapura szánta, vagy pedig inkább betette volna oda középre az érkezőkhöz, ezt nem tudom megmondani. Balog kirúgása után volt egy ütközés, ezt fújja vissza a játékvezető, róluk még nem esett szó, Nagy Norbert dirigálja mai találkozót, a két segítője Márkus Tamás, illetve Legeza László. Csak kis padok fedői oldalon Márkus Tamás, tehát velünk szembe ő jelez. Jó a szerelés, Kis Máté kiviszi oldalra, Barci. Nagy lendülettel elindul Barci. Hudák. Vissza Barcinak, nem volt pontos, nyújtóznia kellett érte. A középpályásnak aztán elveszíti. Kis lépett oda. És róla került. Nem, nincs kint. A Barci reklamál még, de nem jelzett az asszisztens. Már szeretett volna dobni, ez egerszegi játékos. Spori tovább engedte. És mondja magáét Barci, ezért lép hozzá közelebb Nagy Norbert, és figyelmezteti az egerszegiek játékosát. Ha jól láttam, akkor még a sípot is megmutatta, hogy valószínű a mondandójának a nyomósabb érve, hogy sípszóig játszanak a csapatok. Közben köszönöm a részeredmények megosztását. Van induló a szélen, Lakatos ellépett itt a bal oldalon, de fordítottak a budafokiak. Aztán Devecseri vágja el onnét a kapu előteréből a labdát. Picit kellemetlen helyzetben van az Zalaegerszegen a kollégánk, egy időben két mérkőzést is ad az Alasport. A másik stáb, a srácok, az Andrássida, Puskás Akadémia 2 meccset adják. Hátra kerül a labda, közben Balokhoz, nagyon messze a félpálya, a saját térfél közepéig, akkor talán így a pontosabb lépett előre a labdáért. Kronertől indult az akció, Devecseri jól szerzett labdát, határozottan, aztán jó is volt a továbbítás, Gajdos. Dobhat az ETE. Kis Babati átlépett a jobb oldalra. Az előbb még a bal szélen volt, ő elég gyakran változtatja a helyét, és ezt minden bizonnyal dr. Dobos Barna megengedte a csapat kapitánynak az oldalváltásokat. Jól lépnek át a helyére, jól veszik fel a üresen maradt pozíciót a társak. Jó a csel, az alapvonal felé nem volt még kint, beérkezik középre, egyből kivágják a középső védők. Bedi, aztán megint Devecseri. Eltelt most már 13, sőt lassan 14 perc a találkozóból. Az ETE többet birtokolja a labdát, mind a két oldalon volt egy-egy lehetőség, a házigazdáké volt nagyobb. Boros majdnem a kapuba tudott találni estében. Gajdos jól teszi ki oldalra, Gergényi lépett feljebb. Jöhet az első szöglet az alaiaknál. A nézőszámot említik itt a nézők, hát azt szokták mondani itt a helyiek, hogy olyan 300-400 szurkoló látogat ki a mérkőzésekre, egy nagyon szép telep egyébként, jól kanyarodott középre Babati, elvállalt a távolról, nem tudta leszorítani, Babati Benyámin kirúgás.
tehát én hiszek nekik, tehát körülbelül olyan 300-an lehetnek kint a budafoki sporttelepen. Bedi nem fért a labdához. Kudák egy apró lökéssel indult, ezt nem vette észre a játékvezető, és közben lent maradt egy pillanatra Boros Gábor. Lehet, hogy ő egy lendülő karba belenézett. Kovács. Nem volt jó a passz. Madarász csente el a labdát. Kis Máté Madarász megint. Aztán Devecseri. És ez egy törlesztés volt Madarásznak. Vas Máté lépett oda keményen, és le is fújta Nagy Norbert. Kis Máté kapja. Kónya. Hajdos mutatná magát, kapja is a labdát, felpörgette, aztán még jól teszi vissza Kónyához, nem jutott előrébb az étéje. Újra kell indulni hátulról. Jó Devecseri fordítása. Babati megint a bal oldalon tűnik fel. Madarász. Gergényi. Érkezik középre Gajdos. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy várja Gergényitől a középre ívelést. Devecseri. Ő most megnyújtja Gajdos felé. Jó is pontos a labda. Gajdos pedig próbálta a labda átvétellel már becsapni a védőjét, ez most nem sikerült. Kis Máté mellé ugrott a labdának, de még ezt megszerezhetik az egerszegiek. Babatit húzzák, vonják, átölelik a derekát is. Ezt most már lefújja Nagy Norbert. Írják, hogy Devecseri Lesják, középső védő páros. Nagyon jól teljesít valóban, ezt korábban már megjegyeztem, hogy a horvát fiú, illetve Devecseri középen jól takarítanak. Vojnovics nagyon-nagyon hiányzik, ugye Szépe a hírek szerint már elkezdte az edzéseket. Balázs Zsoltnak jobbulást kívánunk. Ő szerezte győztes találatot Cegléd ellen legutóbb. Kis Máté, illetve Babati maradnak ott a labda környékén. Két tagú sorfal a budafokiaknál, és Babati fogja meg középre tekerni. Jól is jön középre, de nem fért hozzá. Bedi, ő érkezett középen. Hát Babatit azért osztják rendesen itt a hazai szurkolók. Az előbb, amikor földre került, akkor az volt a vélemény, hogy ez nem volt szabálytalanság, hát Babati elterült. Azért, ha ugyanez a másik oldalon van, akkor általában a szurkolók természetesen védik a sajátjaikat. Kónya dobhat majd be. Madarász nem tudta elhozni a labdát. Jó volt a továbbítás Vas Mátétól. Kovács. Gyönyörű szerelés, jó ütemű közbelépés Beditől, aztán van egy kis lökés, Gajdost taszították odébb, de még megtartotta a labdát. Ott is volt egy kemény belépő, és vissza is fújja Nagy Norbert. Ha lesz majd egy pici időm, akkor gyorsan mondok egy kis kedves történetet itt a beléptetésünknél. Kis Máté közben Madarász indulna, elveszíti a labdát,
egyedülre nincsenek társak. Ezt még el lehet érni, Kovács Dávid be is futja a labdát. Kercsó. Lakatos, Gajdos nem tudott indulni rá. Pedig egy picit megfuttatta Króner a szélsőt. Nem volt szabálytalanság, Gergényi szerez labdát, aztán indul a bal szélen. Ott van előtte Gajdos. Kikerül a labda az oldalvonalon kívülre, pardobással jöhet az Ete. Kérdezik, hogy volt-e eltiltás Balázs Zsolt sérülésénél. Ceglédieknél én nem tudok róla, megmondom őszintén. Króner tovább, Kónya. Barci indulna el a szélen, Barci visszakerül hozzá a labda, be lehet azzal menni, ott az alapvonalnál be is megy. És ott a találat, Barci! Megvan a gól, és hogyha jól látom, akkor Madarász a találat szerzője. Barci nagyon harciasan ment el ott az alapvonalnál. És én úgy láttam, hogy Madarász talált a kapuba. Így van, megerősít a műsor közlő is. Tehát itt a 22. percben Barci beadását Madarász közvetlen közelről rúgta a kapu közepébe. Mindenképpen Barci az érdem elsősorban. Igaz, hogy egy apró szerencsével maradt ott a labda, de felismerte a lehetőséget, nem kell középre adni egyből, hanem megnyílt az út ott az alapvonalnál befelé, és végül is egy közeli pontos paszt adott Madarásznak, aki élt a lehetőséggel. Ez az indítás túlságosan hosszú. Előre a labdát, Beriért hozzá fejjel, jó a továbbítás Babatitól, Madarász gyönyörűen tartja meg két ember között, útban volt egy pillanatra játékvezető, de még jó helyre pattant a labda, Hudák. Ügyesen fordul vissza Hudák, látta, hogy nem lehet ellépni ott a bal szélen, aztán kapja is vissza. Madarász hátra, Devecseri, most ott hátul gurigáznak az egerszegiek. Gergényi, Barci kéri el. Gajdos, szépen tartotta meg. Kónya, Babati nem tudta átpörgetni Lakatos felett a labdát, dobhat az Ete. Hát itt hallom most már a Zete mag énekét is a sarokban, nem találkoztunk velük, de nem is látni oda itt a sajtó tribüntől, vagy sajtó páholytól, de ott vannak biztosan az egerszegiek velünk egy vonalban a bal oldalon. Egy nagy bedobás. És sarokrugással jöhetnek majd a kékmezesek. Közelebb lép kis Máté Babatihoz. Aztán végül is mutatja Babati, hogy ívelné középre. A kipattanó Vas Mátéjé gyorsan elveszítette a labdát. Kis
Gergényi a bal oldalon végig jól kíséri a támadásokat, illetve védekezésbe is besegít. Budák feleslegesen pergette föl most a labdát. Oláíveli előre, Devecseri. Nem szabadul még föl, az alai kapu Kercsó gyűjtötte be a labdát. Fekete. Jöhet az első hazai szöglet. Fellépett most oda, Zalai 16-oson belülre, jó fejlő játékos. Ez elment mindenki előtt keresztbe. Kisz, forgolódik, Lakatos. Ez zöldeség kell, hogy legyen, le is húzza az egerszegi portás. Madarász, aztán Kónya hagyja Babatinak a labdát. Kis Máté, Devecseri kéri el középen. Gergényi. Bedi, aztán Gergényi kapja is vissza egyből. Megint Kis Máté, próbálják kiebb csalogatni a hazaiakat. Az egerszegiek, Babati. Jól jön középre, egy picit meredek, és ezt biztosan fogja Balog. Egy indítás Boros felé. Gergényinek kell megint indulnia ott a szélen. Nem engedte ki a labdát. Aztán ügyesen fordul meg Gergényi. Devecseri. Kónya mutatja, hogy Kis Máté. Aztán most már érkezhet a labda Kónyához. Madarász. Kis hátul adogatnak az alaiak, Barci. Most lehetne talán majd előre indulni. Barci, Babati, megint csak hátrafelé játszanak az egerszegiek. Hudák, Barci. Nem siettetik a támadásépítést most szemmel láthatóan a kékmezesek. Hudák, Barci. Jó volt a szerelés Vas Máté részéről. Kisz, átkerül a túloldalra a labda, és ott van egy szabálytalanság Devecseritől. Budaörs Vasas 1-0 közben, Mosonmagyaróvár Siófok 0-1. Köszönöm szépen a nézőknek a részeredményeket. A 30. percben járunk, 1-0-ra vezet az ETE. Jól jön középre a hosszú felé, egy ívelés is. Ha jól láttam, saját játékos bólintott a felső récre a labdát, ezzel pedig most fordulhatott volna, de csak volna Babati. Megoldotta Lakatos, aztán most már Balogh Péternek kell előre emelni a labdát. Itt van előttem Kerkai Attila barátom, majd megkérdezem, hogy ő hogy látta ezt a szituációt, de mintha egerszegi fejről pattant volna a felső décre a labda. Gergényi.
Steiner emeli előre, ez már elhagyja a pálya területét, dobhatnak az egerszegiek. Gyorsan visszanéztük, hogy mi is történt. Ott volt egy kisebb lökés az öt és feles környékén, a középre ívelésnél, és az egerszegi egyensúlyát vesztett játékos nagy valószínűséggel Devecseri fejéről került a felső vécre a labda. Olá. Csak hátrafelé tudta adni. Kis. Egyelőre nem tudnak előrébb lépni a budafokiak, és most labdát is veszítenek saját térfelükön. Vissza is szerzik, azzal a lendülettel Babati lábában akadt el a labda, de rossz helyre perdül, aztán Madarász megoldja most már. Kis Máté teszi haza Zöldesihez. Legutóbb Budaörsön, annak ellenére, hogy kikapott az étéje. Zöldesi az egerszegi csapat egyik legjobbja volt. Több bravúrt is bemutatott. Gergényi bólintott el, Parci elől jó helyre került tovább a labda, az indítás viszont nem jó. Zalai pardobás jöhet majd. Gergényi nagy bedobása, nem talált kékmezes játékost. Vas Máté, jó volt a tisztázás Kónyától. Babati nem tud indulni a szélen, és a továbbításába is belelépnek, ezt pedig Kónya hagyja, hadd guruljon ki az oldalvonalon kívülre. Kis Máté kapja a pardobást. Pontosabban a pardobás után a labdát, Zöldesi, megtámadta őt Kercsó, aztán kapott egy jó korát ott Gergényi, ha jól látom. Igen, ahogy említettem, itt vannak a Zete szurkolók is, egy pillanatra van időm felállni, hát lehetnek olyan több mint 20-an. Mennyi? 100-an. Kapott egy sárgát közben Kovács Dávid. Ez volt az első figyelmeztetés a találkozón, és közben lépett vissza valaki ott középen. Pontosabban nem is középen, mert nem viszite sem volt a partjelző zászlaja. Akkor Barci lehetett lesen a túloldalon. Megint egy indítás, Devecseri oda bólintja Madarászhoz, aztán Gajdos lesről indult, ez egyértelmű volt. Nem hallotta a sípszót, ezt mutatja Gajdos, kap egy szóbeli feddést Nagy Norbertől.
Bevecseri megint Gajdost keresné, és ez, hát nem látta Gajdos, hogy merre fele. Ez pedig lehetőség, és belerúgják a kapusba. Még mindig ott van. Aj, Babati bombázott volna kapura. Tehát ez nagyon-nagyon fölé ment. Egy óriásit hibázott a középső védő. És ott ragadt a labda. Hát talán kettő, vagy minimum kettő, de inkább három gólszerzési lehetősége is adódott itt az alaiaknak. És Kroner volt az, szerintem, aki elhagyta a labdát. Vas. Ebből pedig Gajdos indulhat. Még mindig jó. Darci, ez is fölé. Babati még tovább tudta pöccinteni. Olá teszi haza a kapusához, Balog elemeli. Kroner tudta tovább fejelni, de nem jó helyre. Fekete. Madarász lábáról került a vonalon túlra a labda. Lakatos dobja be. Olá. Babati kezét találta el a labdát, védte a arcát, fejét, Babati Benjamin. Öt mérkőzés óta nem tudott nyerni a Budafok. Legutóbb Tiszakécskén 3-0-ra kaptak ki, aztán a budafoki sporttelepen nyert a Cegléd. 2-1-re Kaposvár Somogyban győzte le őket, szintén 2-1-re a Budaörs. Itt Budafokon 2-1-re, tehát sok a 2-1-es mérkőzésük, de nagy zakót nem kapott a Budafok. Nem sikerült a sarkazás, de megvan még a labda az alaiaknál. Gergényi nincs kint, mint Gergényi kapja vissza, aztán van egy buktatás, ezt le is fújja Nagy Norbert. Érkezik középre a labda. Kroner. Nem, bocsánat, Kronertől jött a labda. Hudák pedig egy óriási gólt ragaszt a jobb felsőbe. Rossz helyre bólintották ki a budafokiak. És egy olyan 18 méterről Hudák betekeri a jobb felsőbe. A 40. percben. Nulla, akkor most már az alaiaknak. Bevecseri, jó volt a megelőzés, Bedi. Ezt nagyon szépen betekerte oda. A jobb felsőbe. Hudák Martin. A hazaiak jöhetnek majd oldalról. Soroksár Békés Csaba közben 0-1, írják a kedves nézők. Kónya, aztán Kismáté. Kismáté.
ez egy lövés, középre tart Zöldesi. Ha nem is elsőre, de másodikra fogja. Egy apró szabálytalanság ott a felező vonal környékén, le is fújja a Spori. Most Mátét lökték meg. Króner indítása jó. Be is jön középre a labda, és kipasszolják az öt és felesen belülről a hazaiak. Ezt nem értettem. Pontosan ebből pedig mehet a kontra, csak ott marad Barci egyedül. Nem igazán vannak társak. Kudák, messze pattant tőle a labda. Kis Máté pedig Zöldesinek hagyja a labdát, ő emeli el a kapu előteréből. 3,5 perc van még hátra, és már Lesről lépett vissza egy egerszegi játékos. Barci, jó helyre. Ezt még Gajdos elérheti, meg is tartja Gajdos, legalábbis egyelőre. Aztán kikerül az oldalvonalon kívülre a labda. Újabb pardobás. Kékmezesek jöhetnek oldalról. Most már nagyon lehűlt a levegő itt a budafoki sporttelepen, amikor még jöttünk ide a mérkőzésre, akkor nagyon-nagyon jó idő volt, legalább 20 fok. Hát most mindenkit fázósan didereg a lelátón, eltűnt a nap. És elég párás a levegő, és ezen már nem igazán szűrődik át a napfény. Újabb pardobás. Beditől Gergényi, ő rossz helyre teszi. Aztán Barci javít. Barci. Nem volt rossz elgondolás, egy gyönyörű csel. Aztán ellövi bokából. Barci szépen védte Balog, de a csel, illetve a lövés is szép volt Barcitól. Kónyát most le tudták fejelni. Kis Máté pedig kiteszi az oldalvonalon kívülre a labdát. Hát egy jó 10 méterrel még följebb léphetne a budafoki játékos, de inkább eldobta Lakatos itt az étetér felének közepétől. Ott nincs fehérmezes játékos, fekete tekert oda a kapu elé, de nem voltak ott társak. Devecseri most nem tudott előre bólintani, aztán biztosít Devecseri, Zöldesi pedig jól lép ki a kapujából, és küldi előre a társakat. A 22. percben Madarász, a 40. pedig Hudák találatával, találataival 2-0-ra vezet a Zete. Az első gólnál Barci helyzet felismerése, hogy megnyílt az útot az alapvonal felé, és elindulhatott befelé. Majd egy közeli pontos paszt adott Madarásznak, ebből született az első találat. Itt a második gól előtt pedig egy középre ívelést. Króner bólintott ki a kapu előteréből, és ennyi volt az első félidő. Hudákhoz került a labda, ő pedig egy 18 méterről szépen tekert a jobb felsőbe. A kép marad, a hangot levesszük itt a szünetben, tartsanak velünk majd a második fél időre is.
Elnézést, hogy egy pillanatig még nem tettem fel a hangot. A műsor közlő a cserét mondta be. És még nézzük Barcit. És ott a harmadik. Egy kapitális hiba hátul. És ha jól látom, Gajdos a találat, Gajdos a találat szerzője. Itt van a Vols Laci barátom, ő erősített meg gyorsan. Hát a 46. percben Gajdos a gólszerző. Egy kapitális hiba a védelemben. Na, ezt akartam még gyorsan elmondani, hogy cseréltek a budafokiak, Lakatos nem jött ki már a második félidőre is a helyén, hatossal Gojér Gergő. 0-3 most már. Gergényi, aztán Hudák indul meg. Barci. Devecserihez kerül hátra. Zöldesi. Gajdost fejelték le. Aztán Vas Máté hátra, ő kapja vissza. Jó volt a fordulás Boros részéről. Kis Máté estében rossz helyre. És van egy szabadrúgás, megvárta a játékvezető, hogy hová kerül a labda, és nem tudott előszabályt alkalmazni, ott Kovácssal szemben szabálytalankodtak a egerszegiek. Egy kemény löket, ezt pedig fogja Zöldesi. Gohér célozta meg a jobb alsót. Akkora volt a tömörülés ott a kapu előtt, hogy most próbáljuk majd visszanézni, hogy valójában mi is történt. Egy távoli lövésbeli, ez fölé száll. De Zöldesi ívelt előre. És egy hátratett labdát Barci tudott elcsenni. Az ő lövésében meg beleléptek, és aztán Gajdos megelőzte a kapust, tehát ez volt a pontos történés. Itt a harmadik gól előtt. Kónya próbálja kifelé szorítani a labdát birtokló játékost. Vas Máté egyelőre csak hátra. Kovács egy szép testcsel, Devecseri pedig el tudta bólintani. Balog, higgadt megoldás. Barci jól játszik az egerszegi, a középpályás, a Gajdos lesről lépett vissza, ezt jelezte ott a túloldalon Márkus Tamás. Jogos volt egyébként az intés. Devecseri emeli előre, még nincs kint egy gyönyörű labdalevétel, csak nem tudta már jó helyre pöccinteni. Barci, Vas Máté, olá, átkerül a túloldalra a labda, és már próbálnak labdát szerezni az egerszegiek, ez most nem jött össze.
Kovács, ez lövőhelyzet, lecsúszott. Margitics lőtte el. Nem sokkal a bal felső mellett zúgott el ez a lövés. Kis volt harcos, aztán most már Kercsó. Kovács. Jöhet egy szöglet a házigazdáknál. Szögleteket tekintve most 2-2. Kovács tekerhet középre, a hosszú felé. És van egy ívelt fejes, ezt kényelmesen kapta kézbe Zöldesi. A kirúgása viszont nem pontos. Ez egy jó labda, Kovács. Megpróbálta Gergényi lába között tovább gurítani a labdát, nem sikerült, aztán ő szabálytalankodik. Hát nagyon-nagyon hideg lett itt a budafoki sporttelepen most már. Az előbb kiírták, hogy 10 fok, de szerintem már azóta még hűlt 1-2 fokot a levegő. A hazaiak jöhetnek pardobással. Margitics kezében a labda. Gergényi. Újabb touch jöhet. Kovács dobhatja be. Kercsó, Kovács, át a hosszúra, a visszatett labda viszont nem jó, Madarász egyből teszi el a kapu előteréből, olá. Ez Gergényi kikíséri már. Beszélgettünk a szünetben a hazai szurkolókkal, illetve itt a fővárosi kollégákat már régóta ismerjük. Hát az volt az egyöntetű vélemény, hogy jelen pillanatban egy osztálykülönbség van 45 perc játék után a két csapat között. Nagyon taktikusan, szépen focizott a Zete, gyönyörű volt Hudák találata, illetve mindenképpen Barci mozgékonyságát emelték ki. Elsősorban is tőlünk kérdezték, hogy hát a Budafokból ki a jó, hát nem igazán tudtunk mit mondani. Aztán annyit tanácsoltuk, hogy várjuk meg a második félidőt, hát ha lesz olyan, aki majd kiemelkedik a társak közül. Ezt nem tudta most megtartani Hudák. Króner majdnem a felező vonaltól teszi hátra. Rohér megint hátra kerül. Olá, pontos volt az átadás, de ott már megtámadták az egerszegiek. Kikerül a labda az oldalvonalon kívülre. Vas Máté, még talán ő, akit dicsérni lehet a budafokiaknál. Margitics. Jó a visszatett labda Kovács középre, ez pedig Devecseri megint csak kiemeli az oldalvonalon kívülre. Devecseri abszolút tanári módon játszik ma, és ugye kapott egy kis fricskát itt a nézőktől, hogy az ő fejéről végül is az egyik támadás végén a saját kapujának felső lécén csattant a labda. Ezt visszanéztük, azt a szituációt, hát ő kapott egy löketet hátulról, és ahogy a megtántorodott, úgy fejelt bele a labdába, nem volt ez egy szándékos hazafelei bólintás, nem tudott más tenni. Igazából ott egy kifelé szabadrugás járt volna. Babati kap közben egy pontos átadás. Babati átteszi a másik lábára, és egy nagyon kellemetlen kapus előtt megpattanó lövés érkezik a budafoki háló felé, vagy kapu felé.
Közben megvártam, amíg a műsor közlő itt a kettős cserét bemondja, mert nem nagyon távol van ott a túloldali kispad, vagy az oldalvonalat említhetném. Na, akkor gyorsan mondom majd a váltásokat, itt a szegletet még várjuk, meg mi történik. Még ott pattog, aztán most már el tudják emelni a kapu elől a labdát a védők. Tehát Boros Gábor, illetve Kis Kornél a két távozó a budafokiaknál, és hetessel Vankó Imre, valamint 60-assal Pölöskei Péter érkeztek a fehérekhez. Egy középre tekerés a zöldesinek, megint csak egy feladott labda. Közben Soroksár Békés Csaba 0-2. Köszönöm szépen a részeredményt. Babati aztán egy szép kényszerűtődéssel viszi végig az ete, Barci. Budák bokáját érte most el. Vas Máté föl is segíti nagyon sportszerűen az egerszegi játékost. Vas Máté, megmondom őszintén, nekem is talán ő az egyetlen hazai játékos, aki többet vállal, vagy többet próbál vállalni. Most is ő ért a labdához, igaz, nem tudta megtartani. Gergényi. Nem jött be a csel. Vankó. Króner. Rindításába belelépett még Barci. Pardobással jöhetnek a fehérmezesek. Ott volt egy kisebb lökés. Pöröskei vállal tette odébb, ha jól láttam, Madarászt, aztán egy szabálytalanság, Kónya került a földre. Közben egy kedves nézőnk kérdezi, hogy jövőre közvetíthetnénk-e. Nem, tehát ez korábban már egyértelművé tette az MLS, hogy általában fordulóként 3 mérkőzést a az országos sportcsatorna közvetít, a másik 3-ról pedig van online stream. Amikor én legutoljára belenéztem ilyenben, akkor egy tökéletes minőségű képpel, viszont kommentár nélküli streamet adnak a másik 3 mérkőzésről, tehát onnéttól már nagy valószínűséggel, hogy nem tudnánk elmenni a csapattal, bár, ha jól tudom, akkor ez nem fizetős, tehát piacot nem rontanánk vele, nem tudom, de az biztos, hogy minden NB1-es mérkőzést valamilyen módon közvetítenek. Gajdos felé a kirúgás. Barci jó helyre, Bedi ott vannak Madarász mögött. Kercsó próbált labdához férni. Kis Máté, Bedi szépen veszi merre, aztán teszi tovább Gergényihez, Bedi, Kis Máté, Babati, ez lecsúszott. Margitics, aztán Kovács Margitics megint, ez jó Pölöskeinek, és a visszatett labda is pontos, Kovács a kiugratásba bele tudtak lépni, Gergényi most már el tudja emelni, ráadásul jó helyre, Gajdos, nem tudott lefordulni, Vankó, újabb pardobása budafokiaknál, Kovács kapja, Vas Máté, Olá, nem vállalkozott indításra, Olá Bálint, Króner,
Egyelőre hátul adogatnak a fehérmezesek, most kikerül a szélre. Kercsó. Hát ezt beadásnak szánták, akkor el is lecsúszott egy kicsit. Ugye kellemetlen, amikor az érkező labda mondjuk megpattan éppen az elrugás pillanata előtt, akkor lehet rúgni ilyen jókora kifliket. Babati is így járt az előbb. Véletlenül sem a budafoki játékost akarom fricskázni. Bedi, illetve Kovács ugrottak a labdáért, Bedi tudta megcsúsztatni. Ez Margiticsé. Nem adta haza, csak Olához gurított oda középre hátra. Ez lábat vitt. Kónya, rossz ütemű becsúszása. Jogos a fújás. Jogos az észrevétel. Igen, ezen el lehetne gondolkodni, de hát... Egy szép sarkadás Pölöskeitől, aztán egy távoli lövés, és ebbe beleért valaki. Kercsó volt az, aki célba vette az egerszegi kaput, és valamelyik védő lábát még érintette a labda. Jöhet a harmadik hazai szöglet. Madarász mellől próbált Kercsó ellépni, hát ideiglenesen sikerült neki. Tovább tudták csúsztatni ott, ha jól láttam, Devecseri volt az, egy erőszorításból még oldalra fejelte, aztán melléugrott a labdának, mehet tovább Barci. Kap egy jókorát Barci. Az étetérfelének közepe táján Margiticstól. Gajdos keresnék az előreéveléssel, és Gajdos szabálytalankodik Krónerrel szemben. Van negyedik percben járunk, 0-3. Pardobással a hazaiak jöhetnek. Ezt pedig leleste most Madarász, és kapja is vissza a labdát, ott van középen Barci, nem jut el a labda hozzá. Jól zárták a szöget, ha jól láttam, olá volt az, kint volt már a labda. Zalaiak dobhatnak, de teljesen üresen jött majdnem szemben a kapuval Barci, hogyha be tudja tenni középre Madarász, akkor ez egy újabb zicser az egerszegiek előtt. Bedi hátra, Kónya, Kismáté, szorítják kifelé az etét, Zöldesi nem jól vette át, de aztán higgadta, javított. Vas teszi tovább, aztán megint Devecseri, Bedi. Az indításba belelépnek, és ráadásul olyan falsot kapott a labda, hogy előnyösebb helyzetbe került a hazai játékos. Ott van egy szabálytalanság a felező vonalnál. Kroner, Margitics. Olá. Egyelőre nem tudott mit kezdeni a labdával, inkább hátratette Balokhoz. Jó a csúsztatás. Kercsó. Ott lábat ért. Kis Máté befelé jár a szabadrúgás, gyorsan odaállnak
a labda elé az egerszegiek, hogy ne lehessen elvégezni, amíg nem rendeződik ott hátul az alakzat. Közben köszönöm szépen a másik zalai mérkőzésről a részeredményt, András Ida Puskás 2-0-1. Nagyon szurkolok Dobos Sándor együttesének, közben egy öklözés, és ezt még fölé tudja bólintani, ha jól láttam, akkor Bedi volt az. Ez beesett volna. Bedi Bence a gólvonalról mentett és bólintott fölé. A negyedik budafoki szöglet lesz majd. Barci közben sprintel hátra. Ott lesz rá szükség. Ott maradt üresen egy ember. Méghozzá Vankó. Ráfigyel most fél szemmel Barci. Jól tekeredik középre, ezt kibólintják az egerszegiek, ezt pedig már el lehet lőni előre, és most egy nagy futás, ott marad a labda, ez egy zicser, Babati elhúzza, és elcsúszott. Ez óriási zicser volt, és Babati fogja is a bokáját. Aztán van közben egy szabadrúgás. Oda is megy, Balog Péter megkérdezi Babatit, hogy rendben van-e. Elcsúszott láthatóan az egerszegi csapatkapitány. Nem lőtt el, nem akarta átemelni Balog fölött, hanem inkább elhúzta, jó is volt a csel, de abban a pillanatban, ahogyan ki kellett támasztani, a megcsúszott. Ez pedig egy újabb Babati lehetőség, de meglepte a labda. Hát most egy picit megmosolyogják itt a hazai szurkolók Babatit. Ez azért egy nagyon kellemetlenül érkező, és szerintem nem is számított rá Babati. Egy löket, ez pedig Zöldesi, ki sem jött róla. Vankó eresztett meg egy bombát. Annyiban hadd védjen meg Babatit, hogyha most esetleg a kapusba lövi, vagy nem sikerül átemelni fölötte, akkor lehet, hogy azért kapott volna. Én úgy gondolom, hogy jó döntést választott, arról, hogy ott megcsúszott. Nem hiszem, hogy tehet. Vankó. Madarász, ez egy picit kellemetlen passz volt oda hátra. Ügyesen megoldotta Kis. Barci. Kercsó, Kovács, lágyan középre, ez pedig Zöldesié megint. Hiba nélkül teljesít Zöldesi Illés ma is. Legutóbb az idegenbeli mérkőzésen már említettem, hogy parádésan védett, nem rajta múlt, hogy 2-0-ra kikapott az étéje. Akkor a budaörsieknek jóval több lehetőségük volt, és Zöldesi több alkalommal is komoly lehetőségeket hárított. Babatinak túlságosan erős volt a passz, ezt nem érhette el. Margitics. Kovács. Bent van. Kovács szépít. A 70. percben szépen nyúlt alá a labdának. És megszerzi a Budafok első találatát. Ezt higgadtan oldotta meg a budafoki csapatkapitány. Az első 45 percben abszolút dominált az ETE, majd hogy nem azt csináltak az egerszegiek, amit akartak. A második
játék részben. Picit visszavettek a tempóból. Gergényi kap figyelmeztetés közben Nagy Norberttől, hogy nem hagyta ott a labdát időben. Margitic, Dolá. Kroner lép följebb, Margitic, Kroner. Ez jó Vankónak. És van egy szabálytalanság ott a 16-os jobboldali vonalától egy méterre, és kap egy sárgát Devecseri. Kovácsnak hazai oldalon, illetve most már Devecserinek is van sárgája. Két tagú egerszegi sorfal, egy legurítás, erre számítottak az egerszegiek, még ott pattog a labda, és most már kilejjebb lehet tolni. Babati egyelőre a védők létszámfölényben, és nem is tudott átadást adni, vagy jó átadást adni Babati. Közben elveszítette a játékvezető a piros lapját, ezt viszi vissza Devecseri a Sporinak. Gergényi bedobással Gajdos keresné, Barci hagyja. 10 métert, vagy bő 10 métert előre lehet sétálni. Erre pedig érkezik Balog. Felszedte Gajdos elől a labdát. Dorognyíregyháza közben 1-1. Köszönöm szépen. Egy hosszú kirúgás. Devecseri jó helyre fejelten. Madarász nem tudta megszelidíteni a labdát. Túlságosan erős volt. Kovács hátra. Gohér. Margitic jön középre. Ez lecsúszott. Gohér emelt volna középre. És lesz egy váltás az egerszegieknél. Babatit cseréli most le Dr. Dobos Barna. És ha jól látom, Horváth Krisztofer érkezik. Nem. Nem Horváth Krisztofer, hanem Kulcsár Kornél. Jó a perdítés, Kovács Csuka fejessel a hátra teszi még Vas Mátéhoz. Olá. Egy keresztlabda, ott volt egy kisebb lökés, ezt nem fújták le, Margitic támasztotta meg Barcit. Kovács leveszi, aztán ellövi, ez elkerüli a bal alsót. Kulcsár Kornél érkezett, ez biztos, 20-as számmal. Elsőre még úgy láttam, mintha
Horváth Krisztofer várakozott volna, de mondom, elég távol van. Hát meg most már a szemem se a régi. De biztos, hogy Kulcsár van itt legerszegieknél. Erre még iparkodnia kell Zöldesinek. El is éri még a vonal előtt, aztán megvárja, míg megtámadja őt Kercsó, aztán akkor veszi föl. Jól ez még, és Hudák elpöccintik előle a labdát. Volt az sem egy rossz próbálkozás. Gergényi inkább rá pöccinti a Vankó Imre lábára. A gólszerzőket kérdik. A Zalaiaknál az első találatot Madarász szerezte, aztán Hudák lőtt egy gyönyörű gólt, majd Gajdos. A házigazdák részéről pedig Kovács volt eredményes. Barci megy leközben. Nagyon jól játszott Barci Dávid, gólpaszt adott. Kérdezik közben, hogy hogy játszott az ET az első félidőben. Hát nem igazán láttam még ennyire jó első 45 percet, amit az első félidőben az ETM mutatott. Gergényi dobhatja be a labdát. Hudák csúsztatja meg. Ez egy jó kiugratás. Gajdos! És nem tudja belőni Horváth Krisztofer. Az ötés feles vonalánál már csak bele kellett volna tenni a lábát, hogy ott mennyire szorították a védők, azt nem tudom. Ha nem mondtam volna bocsánat, akkor Barci helyére Horváth Krisztofer jött most már tényleg. Ez még elérhető, talán. Igen. Kulcsár. Betekeri középre. Egyből vágják ki, ott pedig Kónyának kell harcolni a labdáért. Kercsóval. A másik 20-as Kulcsár is hozzáér. Ez jó Hudáknak. Hudák visszapattan hozzá a labda. Aztán most már elveszíti. Vas Máté. Jó a fordítás. Margitic. És jó volt a szerelés is. Króner. Kovács kéri el. Egy fordítás a bal oldal felé. Ezt pedig ki fogja kísérni Kónya. Kirúgás. Három gólt lőttek az egerszegiek, és volt legalább három komoly zicserük a kékmezeseknek. Ettől függetlenül magabiztos az előny az eténél, viszont az is igaz, hogy a második félidőben jóval bátrabban játszik a Budafok. Nagyobb területet hagynak a kékek a házigazdáknak. Zöldesi. Elindul még erre Horváth Krisztofer, de Króner hazabólintja kapusához, Balokhoz a labdát. Aztán most már Olá. Egyet értek, aki hozzászólt, hogy helyzetkihasználással azért néha-néha, vagy nem is néha-néha, hanem több alkalommal is gondban volt az ETE. Amit elmondtam itt az első félidőben, hogy azért vannak komoly hiányzói az egerszegieknek. Szépéről már lassan-lassan meg is feledkezünk, olyan régen játszott
utoljára az Eténél, most szépen folyt a labda, és egyelőre nem férnek hozzá a kékmezesek, de nem is tudtak indítani. Vankó ki oldalra, Vas Máté, én Vojnovicsot, illetve Lesjákot nagyon-nagyon hiányolom az egerszegieknél, ugye önszántukból, vagy az edző miatt nincsenek itt, a Lesják lassan talán már letölti majd az eltiltását, Vojnovics pedig hát egy nagyon komoly sérülést szenvedett, és ő biztos, hogy nem fog játszani itt ősszel, és hát hogy tavasszal is mikor, az kérdéses. De Balázs Zsolt legutóbbi mérkőzésen sérült meg. Horváth nem tudta megcsúsztatni, Kovács. Vankó. Kovács kapja vissza sarkára, pattant a labda. Pedig az egerszegiek jöhetnek. Hát, el kellett gondolkodnia itt az asszisztensnek, hogy kiről is ment ki a labda. Bár az tény is való, hogy takarásban volt, nem látta, mi ezt most jól láttuk, hogy hazai lábról. A budafokiak legközelebb majd Balmazújvárosba utaznak, aztán már decemberben majd a Monor együttesét látják vendégül. Ezete pedig most játszik majd Monorral, hát most ez két hét múlva lesz, illetve a Vasas lesz majd az őszi szezon utolsó fordulójában az ETE vendége. December 2-án is a tervek szerint még utána lesz két előrehozott forduló a tavaszról. A Siófok, illetve a Csákvár lesz a két ellenfél, a Siófokot fogadja ezete, illetve Csákvára utaznak, ha jól emlékszem, talán december 16-án, hogyha az időjárás is ezt megengedi. Gergényi, Horváth Krisztofer, Hudák, most Króner, róla ment ki a labda. Az alapvonalon túlra egyenlít a szögleteket tekintve az Ete. 4-4 sarokrugás mind a két oldalon. És Kulcsár kéri el a labdát, nagyon komótosan sétál oda a szöglet zászlóhoz, Kulcsár Kornél. Ezt egyből kapura tekerte Kulcsár. Megint Kulcsár Kornél kapja Gergényitől. Horváth. Gergényit megelőzte most Margitics. Aztán kivágják az oldalvonalon kívülre a labdát a hazaiak. Kérdezik a kedves nézők, hogy az Etének van még cseréje. Igen, még egy váltásra lesz mód is. Hogyha jól látom, Novák Csanád már ott is van a kispadnál. Ő lesz majd a következő érkező, legalábbis ebből a távolságból, ezzel a szemmel én így látom. Kulcsár. Jó a csel, Kulcsár Kornél. Megint Kulcsár. Horváth Krisztofer. Elindulhat az alapvonal felé, inkább befelé cselesz Horváth, aztán elpöccintik előle Bedi, és Gajdos fejéről megy ki, ezt mutatja a játékvezető, viszont más látott az asszisztens, úgyhogy jöhet az ötödik egerszegi sarokrugás, ott reklamált is Gajdos, akkor nem véletlenül, közben Soroksár Békés Csaba 2-2, köszönöm szépen, és most lesz a váltás, akkor az alaiaknál. Novák Csanád az érkező, azt a zöldet én még látom. És ha jól látom, akkor Gajdos megy le. T-
Tehát Gajdos Novák váltás az egerszegieknél. Pont egy szögletre érkezik Novák Csanád, hát az lenne a komoly bravúr, hogyha az első labdaérintésre akár be tudná venni Balog kapuját. Kimondotta jól fejelő játékos Novák, érkezik is felé a labda, de nem tudott belefejelni. Horváth Krisztofer pedig egy lassú labdát tett Hudák felé, megint jöhet középre, ez még... Majd nem mondtam, hogy meg lehet, nem érte el a cipője orrával. Hudák Martin. Hát bő 3 perc van még hátra a stopper órám szerint, és ugyanezt mutatja a kis eredményjelzőnk is. Ott volt egy talpalásgyanú szituáció, még szerencsé, hogy nem ért lábat Kulcsár. Ez viszont egy szép szerelés Kónyától. Horváth, ott marad a labda. 3-3-ban Novák, közben egy jókorát esett a játékvezető, és még egy szögletet rúghatnak az egerszegiek. Na, gyorsan elmondom azt a poént még, amit annak idején említettem. Itt a második félidő elején, tehát amikor beléptettünk, akkor itt a biztonsági őr bácsi azért elmondta, hogy hát nagyon figyeljünk, olyan dolgokat itt nem mondjunk, mert hát bennünk a vérmes budafoki szurkolók között, és nehogy baj legyen. Hát valahogy úgy vezették föl, mint hogyha kanibálok közé kellene majd beülnünk vacsorára. Ott volt egy utárugás Kulcsártól. Egyelőre nem egy sárga. Azt hittem, hogy megúszta Kulcsár kornél, a lap nélkül, de felmutatja neki Nagy Norbert a figyelmeztetést. A Madarász nem fért a labdához, Novák jön tisztázni. Aztán Kónya emeli előre. Vas. Olá. Nem, bocsánat, Króner az. Kónya bólintja ki az oldalvonalon kívülre. Bő 1 perc még a rendes játékidőből. Hát sokat nem hiszem, hogy hosszabbítania kell. Nagy Norbertnek még befelé jár egy szabadrúgás. Gyorsan elmondom, hogy a hírek szerint, ezt tegnap tudtuk meg Henrik Róberttől, a pénteki ZTE ASE kosárlabda mérkőzés valószínűleg tévés lesz majd, tehát azt nem közvetíti az Alasport. Egy távoli lövés, ez elszáll a léc fölött, Kovács egyből kapura küldte. Úgyhogy a jövő hét végén a tervek szerint 2 megye 1-es mérkőzést közvetítünk majd. Hát ez lesz az első olyan hete az Alasportnak, amikor relatíve kevesebb lesz a monitorra vagy képernyőre kerülő sportesemény. Madarász veszi még le. Jó a labda átvétel, Kercsó fordul, megállították ott a az egerszegiek, de marad a labda még a budafokiaknál, megint Kercsó. 2 perc lesz a hosszabbítás, Vas Máté. Kovács, egy jó kiugratás, ez egy zicser, és be is lövik a hazaiak. Hát itt elszórakozgatják egy picit az egerszegiek, ott már el lehetett volna rúgni a felezővonal környékén a labdát. Köszönöm,
és egyből szoros a vége. Pölöskei a gólszerző. Kroner tisztáz. Hudák sem tudta megállítani Vankót. Igaza van a kedves nézőnek, akár 6 gólt is lőhetett volna az Ete. Hát elszórakozták egy picit a helyzeteket, vagy a lehetőségeket itt a második fél időben, főleg Novák. Ott marad a labda. Vas. És kifelé a szabadrúgás. Ez most azért egy picit felpaprikázza itt a hangulatot a lelátón. Még 20 másodperc van a lefújásig, legalábbis a stopper óra szerint. És ez most már el fog telni ezzel a szabadrúgással nagy valószínűséggel. Zöldesi emeli előre, Novák megcsúsztatja mégis, Novák talán meg is tudja tartani, de kiharcol egy... Én nagyon távol vagyok az esettől, de én innét úgy láttam, mintha hazai lábról került volna a vonalon túlra, nem így látta az asszisztens. Bedi fejjel még, és itt a vége, nyerezete, hát a végére szoros lett, de végül is 3-2-re megnyeri az egerszegi csapat. Nagyon-nagyon kellett ez a 3 pont az Etének, hogy ott maradjon a kedvező pozícióban. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk ismételten. Remélem, hogy egy jó mérkőzést láthattak, egy izgalmas meccs lett a vége. Mondjuk erről szívesen lemondtunk volna, de a 3-0-ás vezetése birtokában egy picit talán már elkényelmesedtek az egerszegiek, vagy nem próbáltak újabb gólokat lőni. Most egy kis szünet következik majd itt a másodosztályban, illetve az első osztályban is. Ugye, válogatott meccsek jönnek majd, hazai meccsek jönnek majd, aztán 2 hét múlva pedig a ZTE majd a Monor együtteséhez utazik. További kellemes hétvégét kívánok, még már mennyi maradt a vasárnap délutánból mindenkinek. Viszontlátásra, viszonthallásra.